Szexárdon a legerősebb pártszervezet, az a Fidesz-KDNP. Horváth István szerint a számok tükrében jól szerepelt a Fidesz Szekszárdon. Ács Rezső polgármester nagyjából 1000-rel több szavazatot kapott, mint 5 évvel ezelőtt, a képviselőikre pedig 1200-zal több voks érkezett összességében. Ehhez képest az ellenzékre leadott szavazatok száma némileg csökkent, csak hogy ezúttal ezek nem szétaprózódtak a különböző pártok jelöltjei között, hanem összeadódtak. Így alakult, hogy a 10-ből 6 körzetet elvesztettek. Horváth István úgy látja, a választás eredményét törvénytelenül is befolyásolták ellenzéki képviselők, ezért 2 kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz. Elsősorban a 2-es és a 8-as választókerületben, ez pontosan 7 szavazókört jelent, az ott lévő ellenzéki képviselőjelöltek folyamatosan törvényt sértettek azáltal, hogy többször jelen voltak, mondhatni azt, hogy folyamatosan jelen voltak délután és délután a szavazó körökben. Ezáltal pedig befolyásolhatták a szavazó polgárokat a döntéseikben, véli a Fidesz városi elnöke, amit szerinte az is alátámaszt, hogy ezekben a szavazó körökben kiugróan magas az érvénytelen szavazatok száma. Amikor már az ember a saját biztonságát látja veszélyben, fenyegetés formájában utána hozzá ez a dolog, vagy az, amikor azt sugallják, hogy a gázrobbanást szándékosan idéztük elő, tehát én azt gondolom, hogy ezek azok, amik már nem férnek be. Ács Rezső azt mondja, sokat kellett tűrniük a kampány alatt, a megismételt választásra készülve azonban stratégiát váltanak. Némiképpen változtatni fogunk, hiszen nagyon sok valótlan állítás hangzott el a kampányban, ezeket szeretnénk majd úgy szembesíteni a tényekkel, hogy tényleg az igazság vagy a valóság alapján tudjanak a szekszárdiak arról dönteni, hogy milyen város vezetést és milyen szekszárdot szeretnének a következő 5 évben. Ha a helyi választási bizottság helyt ad a Fidesz kifogásainak, azokat még több szinten meg lehet támadni. A megismételt választást, ha lesz ilyen, úgy számolnak, hogy november végén lehet megtartani legkorábban. Ez azt is jelenti, hogy decembernél előbb nem lesz képviselőtestülete Szekszárdnak. Addig a polgármester ügyvezetőként viszi a várost, vagyis nagy összegű vagy hosszú távú, esetleg közgyűlési döntést igénylő kötelezettségeket nem vállalhat.